Az 1900 fős szabolcsi község Piricse is tagja annak a 10 településnek, amelyek konzorciumi partnerként közel 500 millió forintos támogatást nyertek a lakosság életminőségének javítására, illetve ingyenes képzéseket biztosíthatnak a hátrányos helyzetűek számára. Ennek célja, hogy olyan képesítést szerezzenek, amellyel könnyebben találnak munkát. A képzésekbe például gyógytornászt, pszichológust és logopédust is bevontak. A szakemberek így egy állásinterjúra is fel tudják készíteni a résztvevőket. Itt munkaerő többlet van, és munkanélküliség. Mind a kettő egyszerre jelentkezik érdekes módon. Ugye alacsony képzettségük az itt lakók, ez látszik azon is, hogy 130-a vannak most is közfoglalkoztatásba bevonva. Ez nagy gond a településnek. Ugye mindig azt mondják ezek az állampolgárok, hogy hát miért nem ad az állam olyan munkahelyeket, miért nem hoz létre olyan munkahelyeket, ahol ők is tudnának dolgozni. Na de hát könyörgöm, hát ilyen munkahely nem létezik, ahol semmilyen hozzáértés nélkül azért jó pénzt lehessen keresni. Úgyhogy mindig arra biztatom őket, hogy a gyerekeiket már most, amikor még lehet, olyan irányba formálják, olyan irányba tereljék, hogy az iskolát ne hagyják el, járják ki a 8 általános, ugye az alapképzés, utána helyezkedjenek el a középiskolában. Itt ma beszélgettem egy szociális munkással, hogy nagyon sok gyerek a 3. év végén, amikor már záróvizsgát lehetne tenni, akkor hagyja ott a szakképzőiskolát. Az Európai Uniós támogatásból további 9 település is kap forrást hasonló programokra. A projekt lényege, hogy minden önkormányzat a saját igényei alapján segítse a humán erőforrás biztosítását, de támogatják még a helyi közösségeket, illetve nagy hangsúly helyeződik a közösségi szintű egészséges életmód kialakítására is. Az egyik partner település Kálósemjén, ahol szintén több terve is van az önkormányzatnak a 2021-ben befejeződő projekt kapcsán. Több programelem kerül megvalósításra ezekben a hónapokban. Ami hozzánk legközelebb áll, az egy ifjúsági szobrásztábor kerül megszervezésre a településen július 16 és 29 között. Búcsú a fegyverektől, ez a szobrásztábornak a témája. Nemzetközi szobrászok fognak érkezni a településre, és az ifjúság, illetőleg a helyi emberek közreműködésével megalkotnak köztéri szobrokat, melyeket a környező településekre fogunk majd felállítani. Ezáltal azt szeretnénk elérni, nem csak a mi településünkön, hanem az összes többi településen, aki közreműködik ebben, hogy minél több köztér újuljon meg ezáltal, és ezt a szobrásztábort szeretnénk a következő években következetesen tovább folytatni. Emellett gyermektábort szervezünk, különböző fejlesztéseket, illetőleg szolgáltatásokat biztosítunk a lakosság számára, így a zumba, az egészségnap, ezek klasszikusan a mi programelemeink között is megtalálhatóak. Itt Kálósemjénben szintén egyszerre jelentkezik a munkanélküliség és a munkaerőhiány, azonban a közmunkaprogramban résztvevők száma a településen évek óta csökken. A további létszámcsökkenés érdekében a támogatásból szakácsképzést indítanak Kálósemjénben.